Na sziasztok! Újra itt vagyunk egy újabb videóval. Wolfram Latin 2. És... sajnos vagy nem sajnos, van egy kicsi problémám a játékkal. Amikor elindítom a rendes játékot, mármint azt a klienst, ami rá van patchelve, azt írja ki, hogy logfile error, ott egy csomó szöveg, és nem indul a játék. Hiába próbálgatom lepatchelni, hiába próbálgatok bármit, nem akar elindulni a játék, és csak ennél a játéknál csinálja. Már éppen ott tartottam, hogy Windows-ot rakok újra, hogy már a fene egyeme akkor is. Mikor eszembe jutott, hogy kipróbáljam az összes többi Metin 2-s játékot, ami a gépen van, és mindegyik tökéletesen fut. Amelyiket kellett le is patcheltem, mindegyikbe be tudok lépni, ebbe az egyben valahogy az Istenek nem enged be. És mielőtt még újra raktam volna a Windows-ot mérkembe, gondoltam, hogy megpróbálom, hogy letöltöm az eredeti klienst, és nem patchelem le, és hál' Istennek ez a fajta működik. Szóval így jó a játék. Na már most erről annyit kell tudni, hogy ez erősen hiányos és lemaradott kliens, szóval nem tudom, hogy lesz-e olyan dolog, amit nem fogok észrevenni esetleg a földön, vagy kimarad a dropból, amíg ezt nem tudom megoldani, sajnos így kell játszodjak. Úgyhogy most már nem tél van a játékban, hanem lássátok nyár, ez is kimaradt, úgyhogy az update-eknek sajna annyi, és van egy olyan sajna gyanom is, hogy zoknim sincs, ugyanis az még nem tartalmazta a kliens, de van zoknim, jó. Erről így elősztoriba ennyit. Úgyhogy sajnos a játék most jelenleg így fut nálam. Sajnos vagy nem sajnos, így játszunk. Amit szeretnék megemlíteni viszont, hogy két új dolog már megvan azóta, mióta játszottunk legutoljára. Ugye sikerült egy mennyei kajtkötő plusz 9-et és egy mennyei nyaklánc plusz 9-et csinálnom, illetve már megvan a csatalobom, és azt most ki fogjuk szépen venni. Ugyanis meg akarok csinálni egy küldetést. Többet, a metin küldetéseket meg szeretném csinálni, hogy haladjak azokkal is időközben. Lóhívás. Jó, ezt meg kell csináljuk, hogy ez jó legyen, mert ez így nem fajantos. Úgyhogy sajnos így kell játszodjak, ami nem tetszik nekem, de hát ez van. Remélem nem került több el a ló, mint a 3, ami nálam van. Hát az szavít lépne. Hol a csataló van? Simán. Légyed ezt a 300k-t, nem érdekel. Szóval itt a csatalovunk, nagyon faja, és akkor meg is kezdjük a küldetést, a metinek támadása 12, ami a bukás metineket kell ölni, azaz 60-as metineket, név szerint 10 darabot. Hát mondjuk ez jó, hogy pont DT előtt van, úgyhogy nem kell vele kívülhagyjak. Elmegyünk és leüssük. És utólag, hogy most már itt tartunk, megszegek egy YouTube szabályt alapból. Tehát ha nem tudsz miről videót csinálni, vagy nincs témát, ne videóz. Ugye ezt mindenki tudja. Jézus Istenem, mi van itt? Takarítsunk csak egyet gyorsból, mert ez nem lesz jó. Szóval, ugye mindenki tudja, hogy ha nincsen témád, ne videóz, hát ez most ilyen spontán videó lesz, mert témám az nincs. És most történt egy olyan eset, vagy baleset, nem tudom, hogy nekem hogy nem tűnt fel. Ugye most rövidített programmal van a terem, szóval majd egy nagyon rövidített program volt, ami miatt lemaradtam. És meg ugye a másik az, hogy holnap után, meg azután se, tehát egész hétfőig nem is lesz új program, tehát nem is lesznek nyitva. Így felszabadult egy csomó szabadidőm is, és nem tudok vele mit kezdeni jelenleg, mert erre nem számítottam. Tehát ez pont az a kategória, amire nem is számít az, hogy lesz. Én nem tudok közelebb menni az a szerencsétlen metinhez. Könyörgöm, mi van itt? Gyorsan öljük le ezeket, mert összegabajodunk itt mindennel. Jős, nem hoztam a kvittet el. Ó, falevér, az kell. Azt én már akkor is felveszem, nem érdekeltek. De mi ez már, hogy nem tudok oda menni a metinhez? Ne csesz meg, hogy nem tudok metint ütni az upgrade miatt, mert akkor nagyon downgrade miatt, szóval le... budítás miatt, mert akkor rosszul leszek. Dik már mennyi mob? Hát könyörgöm. Hogy évszázad elterik bele ide, hát ezek kihalnak. Nem mondod. Úgyhogy ez most nagyon spontán videó lesz. Legalább meg tudom ütni azt a metint? Ó, hogy ne tudnám én ezt megütni. Majd kellett csinálni, hogy szavam ne feledjem. Ja.
nő, ja, hogy dick automata. Na, üssed lefele szépet, mint a nagykönyvben meg van írva. Mert azt úgy kell. Szóval, hol maradtunk el? Ja, nincs témám, gyerekek, őszintén megmondom. Fogalmam sincs, milyen hosszú lesz a videó. Fogalmam sincs, hogy miről fog szólni. Fogalmam sincs, hogy mit fogok én itt csinálni. Szóval ez tényleg spontán, ami jön, arról fogok én beszélgetni. Nem, mint a máskor általában nem úgy lenne. Mondjuk akkor előre végig gondolom a témákat, hogy mit hogy szokott lenni. Hát az itt nem lesz. Szóval itt ilyesmit ne várjatok. És talpul is kezdeném abban, hogy tegnap voltam este kikovásznám meg sugásfűtőn. Na, az meg. Leesett a defem. Megesik. És kifogyott a potim is. Hát ennyire. Na, álljatok már meg. Na, jó van. És készült is videó. Egész útról. Szóval egy ilyen jó 1 óra 40 perces videó. Amit a vlogra szántam. Szóval a kedves tesóm azt mondta, hogy nem szeretné jó a hangját bárhol is hallani. Úgyhogy nem rakjuk fel a videót. Maximum felgyorsítva felrakhatom. Gondolkoztam által, hogy most 1 óra 40 perc összesűrítve, kellene 20 perc zenei alatt itt minden, de akkor nem lesz úgy értelme, akkor végig csak az utat veszem fel, ahogy gyorsítva végigmutatom. Szóval így, pedig érdekes témák voltak, mert minden jól látom, hallgatom, de nem teszem fel. De viszont így utólag, már leesett a metin, jó van. Hű, mennyien maradtatok itt? Majd szeregessünk fel gyorsan a válogatás nélkül, mert ez így nem lesz jó. Viszont a ládákot sem merem kinyitani, nehogy valami értékes nekem itten ne legyen meg. Takarodjatok már a pofámból, basszony. Ó, nem mondtad, hogy meg abba is beleütöttél, hát te. Használunk el egy-két ilyen, mert... Ó, ez nem kellett volna. Támadó kritikus és támadó, ez kell ide. Jó. Na most még nem látom a metint, hogy melyiket kell ütni, meg azt persze, nem fogom itt ütni a metint. Oké. Okay. Szóval, végignéztem így a videót, mert hát végig kellett nézni, hogy na, lássuk milyen lett. Nagyon, nagyon tetszett. A koncepció. Ugye, igaz, hogy én most kezdtem gondolkozni, hogy fogok megoldani egy-két dolgot, ugye. Most már beszélünk erről. Már alkottantam erre az autós témára, megint nézegettem én minden. Mert ugye a múltkori vlogomban el is volt mondva, hogy eldőlt már, hogy milyen autót fogok venni, és hogy miért fogom azt venni, hogy fogom venni. Szóval most egy kicsit itt kirészletezem a dolgokat, mert abban a videóban nem csináltam. De a lényeg az, hogy ki is találtam, hogy fog lenni az egész. Ugye én tervezek kirándulásokat, amint meg lesz a jogosítvány és az autó, és miért hallok meg már megint? Így is behallok, hát bassz! Szajk. Beléptem a harcba, nem? Ma. Szivatsz, ugye? Gyorsi, nem is tudok kijönni. Na hát ez nagyon faj, akkor ez jelló lesz. Szóval gondolkoztam, hogy mi hogy legyen. Ugye? És arra jutottam, hogy úgy lesz megoldva a dolog, hogy két kamerás rendszer. Tehát az egyrészt, hogy engem láttok, másrészt, amit az utat, és ezt majd felváltva. Ezt így... Na hívjam elé a lovamat. Hol van a lóhívom? Spontán videófájl. Bakker. Megvan. Ezt ide berakjuk. Itt van 4 darab lóhívó, hiszen miért nem olvasom én azt elmének azt, ne? Jó van, az úgy üsselem etünk szépen. Mint ha fizetnék. Szóval, az úgy lesz megoldva, és akkor az faja lesz. És el tudunk menni faja helyekre, ugye egyik fix kamera lesz, ami az utat veszi, az ami több minden lényeg, több
Abból is fontos lesz a másik, ami fog venni engem. Szerintem lesz egy ilyen kártkamerám, amivel úgyis azt hiszem, hogy lehet azokkal vetetni SD kártyát, sőt arra lesz. És akkor az úgy faján meg lesz oldva, néztem is, hogy körülbelül olcsón lehet kapni ilyeneket. Tehát nem kell nagy minősége legyen, hanem meg kicsikébe a sarokba lesz úgyis végig, úgyhogy lényegtelen, esetleg néha lesz fején nagyítva, ha olyan érdekesebb dolog van, de egy más különben nem. Már a koncepciót így előre kigondoltam magamnak, mi ez a zöld erdős isak. De mi szállt rám most minden mob? Hát mi bajotok van nektek velem? Értem én, hogy itt úgy több lámeti neked, de hát hagyjatok már élni. Minden szart fel kell vegyek. Ó, könyörgöm, hagyjatok már élni, nem érdekel. Még abban is beleütöttél, nagyon jó vagy, ügyes vagy, gratulálok fiam. Hogy... Persze most ilyenkor az automaton. De mi bajotok van velem nektek? Hát mindegyiket nem ütöttem meg már, sőt a... Dikme lejár itt nekem a... Hogy... Megbüvelő tárgy nekem, az kell. Szedd már a fejem. Mi haltok ilyen nehezen? És könyörgöm. Azt sem tudom, hány metint kell még levissek. Még hetet, jó. Nyolcot, pop, ma, annyit. Szóval azt akarom úgymond megoldani, hogy megegyem. Igen. És az autó végül eldölt. Sokat rágultam ezen, tehát ezzel már nagyon régóta rágultam. Még a Need for Speed-es téringűzünk videóm óta, hogy melyik s milyen, hogy legyen. Ugye két opció volt, ami engem nagyon érdekelt, az E36 meg E46-os. Tudja mindenki, hogy a szívem a E46-os fele húz, de ha az E36-os lesz végül, sokat gondolkoztam rajta, két okból is. Az egyik az, hogy sokkal több van belőle, úgymond eladó, jó árban. Ugyan jó minőség, jó ár, tehát hogy nem esik szét és pofátlanul magas ár, hanem tényleg egy épp autó, na jó, mondjuk egy ilyen szintű autó, nem az elvállásai nem akkorák az embernek, de vannak, és azoknak úgy meg is felel. Másik meg a fenntartatóság, tehát nem kerül olyan sokba a fenntartása, tehát egy E46-oshoz képest, ugye, mert egyszerűbb konstrukció, kevesebb elektronika, stb. Stb. Tehát ez mond, értitek, mert pénztárca barátabb, és nekem arra is kell gondolni, hogy esetleg munkahelyet váltok, nem lesz ilyen jó, stb., akkor már lehet, hogy nem tudok megengedni egy E46-os, tehát nem pillanatnyilag kell gondolkozok, hanem a jövőben nézve. És akkor kezdtem el erről filózni, és akkor azt mondtam, hogy oké, okay, ennyi engedményt teszek magamnak, olcsóbban megúszom, több pénzem van a újítást, a kirándulás, stb., nagyon faszántos. Az, hogy milyen taigája van első az emberek, úgyis mindegy, az idő folyamán változni fog, és remélem most már egy se akar engem kinyírni, hál' Istennek, nem? A faszam. Még időközben látom a haverom be is lépett Cségóra, na kíváncsi leszek, mikor fogja nekem írni, hogy ne gyere Cségó. De most videózunk. Tényleg annyira csinálnék róla a játékról videót, mert tényleg őszintén ráfügtem a játékra. Legalábbis annyira bírom, tehát több mint 20 órán van már benne, és pedig most vettem, nincs hete. Ami az elég sok. De nem baj, hát megesik az ilyesmi. Kellett az a játék nekem. Amúgy is szerettem cségózni, ez 1.6-oson régebb annyit toltuk, jó, a gyerekek ne is tudjanak, hogy éjjeleket ültünk ott. Most akartam is éjjelézni. Rá szeretném egy kicsit szoktatni magamhoz a szabadság alatt, hogy néha legyek fent éjjel, úgy hiányzik ez az éjjelezés. Amúgy a kocsira visszatérve csak annyit akartam mondani, amit elmondtam, szóval még lehet vissza fogok térni, de mindegy. Szóval, na, most keverem a témákat, na mindegy. Tehát abban kezdtem bele, hogy az éjjelezést tényleg rá akarok szokni, hiányzik már, hogy éjjel fenn legyél meg minden. Tegnap estől ki is próbáltam, hajnali 4-ig ment, kíváncsi vagyok ma este, ezt megtöntjük ezt a rekordot. az faja lenne. Úgyhogy, igen. Ja, még annyit az utolsó részhez, amit akartam mondani, hogy hozzáfűzök, hogy nekem csak egyedül lesz videóm. Tehát ilyen többet nem akarok, hogy megvágom a videót, kilódok vele, stb. És akkor kiderül, hogy pecsire nem akarom a hangomat adni hozzá, ez eléggé szar ügy, mert akkor te egy csomót kínlódtál, semmiért. De legalább tesznek jó volt, hogy tudom, hogy éjszaka is jó vesz a kamerám, és jó a hangminősége, jó minden, kint a szabadban nem gond, nincsen gond vele, hideg se artott, neki pedig még a védőtök se volt nála, úgyhogy perfekt, legalább ennyire jó volt, ezt megérte. Csak kár, hogy nem tudom megmutatni nektek az emléket, pedig szerintem elég élvezetes volt. Na mindegy. Na, szóval vissza az éjjelézésre, meg a Cségóra. Meg a Metinre, ugye, mert hát végül is ennél jeleztem rengeteget, a Metinnél, a Metin 2 hunt. Édes Istenem, mennyit eltöltöttem én a 2-n farmokkal. Hol volt az idő? Nem az, amikor, mint most.
meg van bonyolódva már az élet. Szíveskedjetek minden húni. A jó fenét nem maradtatok meg. Ó, vadkantonosítvány. Vékonyál, az is kell. Jó van már, hagyjatok élni. Ókcsukja puszni. Van egyáltalán itt hája, majd szedegetem fel, és azt sincs, ahol pakoljak, mi? És öt metin, ez csak öt metin volt, azt a rad mindent. Miért tartok ilyen cuccot magamnál, jó? Mert nincs hova rakja, miért? Itt szépen tisztességesen elszóljuk, mert ez nem kell. És ez se. Hogy visszaigyem. Üsel azt a metint. Tényleg nem elég gondolkoztam, hogy mennyire megbonyolódott ez a metin, és milyen egyszerű volt régebben az egész, szóval ezek a pant rendszerek, ezek az alkimiák, meg új petek, mondtok, minden, valahogy nem tudom. Valahogy én mindig is jobban szerettem azt az egyszerű letisztult, sőt a metint azért szerettem a leginkább, mert olyan egyszerű letisztult valami volt, sőt akkor szerettem a legjobban, amikor meg a szoptal se kellett foglalkozok, csak volt egy karakterem, egy cuccom, én mentem, azt öltem, azt kész, pont. Vagy néha pvp-ztem ugyanolyan kagyi játékosokkal, mint én, amelyikre most még elég lenne ez a karakter is rálehelne, az kidőlne, mint húzat, mert TP is tudsz nuku. Hogyha volt is a mobokból, értitek, ilyen plusz 5, plusz 6-os tudszok, szóval értitek, az nekem valahogy jobban tetszett. Valahogy hiányzik az a feeling nekem, tehát nem is tudom. Ez olyan, mintha van egy alapkoncepciód, ami jó, és akkor azt úgy elbonyolítod, hogy már nem fogod évezni. Én így látom a dolgokat. Hát javítsatok ki, ha tévedek, de én mindebből az egyszerűt szeretem. Tehát, hogy ne legyen bonyolult. Az a lényeg. Tényleg sokan mondták, hogy metint olyan egyszerű, hogy csak nyomogatod a billentyűket, megvannak a skillek, aztán kész. Hát, részben igaz, de most már csak tényleg csak részben. Elég sokat bonyolódott azóta a játék. De hát miért nem találok egy olyan privát szervert, amin tényleg vannak izgalmas küldetések megírva. Jó, nem tudom, hogy olyan izgalmas lenne ezeket a tekercseket olvasgatni, de volt valami sztori, hogy mit tudom én, csinálni ezt, csinálni azt, kiderül az, nem lesz egy fordulat. Hát egy... Na, ezt nem veszed fel. Békacom, ez is kell. És akkor mi lesz, várunk a respawnban? Mennyi kell? Talán megvárjuk azt a respawnot, hát Istenem, hát nem valunk mi bele. És még van vadkanunk is, az de jó. Viszont kéne neki mász. Még ez. Na, egyszer ezt toptoljuk a karost. Egy jó kis félemberes izét, ha bele tudnék valahogy suvasztani. Az nagyon epik lenne. Na, megkapom, hogyha varraktam azt a rengeteg... Ott megvan. Ezt el kéne használni. Mire kezd itt tartogatni. Javítás nem sikerült. Hát miért sikerülne? Hát... Ennyire bangó karakterem, csak nekem valami semmi se sikerül neki. Jö, hozzáadod a bombus, gratulálok. Adj magadnak egy puszit ezért. Na jó, hol van az optolom? Na, optolom, forgatom. 50 darab van már? Igen, jól adja. Hát akkor... Hát ebben semmi extra nincs, szóval... Nincs, úgyis nyerek, ha lecserélem. Ha legyen akkor két KTP-en, egyelőre ilyen instant opt, hogy valami legyen benne. Dupla tár nem kell, itt sincsen, hova rakjam. 10 ártató. Jó lesz az ide. És veled mit csináljak, te gyerek, te fiú. Te valami. Erőstes feled, és ki a felének kell. Nehogy már én ezt kezdjem itt tartogatni. Ez az erő plusz 4-et ez a... Ebből direkt PvP-t fogunk megcsinálni, mert nem szarakodunk vele. Jó, és akkor ezt ide rakjuk. Így nem. Jaj, no. Szia. Gratulálok, neked aztán van időt, basszus. 90 lesz idő, mert 65-ösen kínlódok. Nem akarok visszaállni SD3-ba még. Azaz... Minek menjek vissza, most egy csomó pénzt lőjek el az éles, aztán tényleg nem, csak ott szenvedek a karakteres, nem akar nagy lenni a 75-ös szint. Nem. Inkább maradok még 65-ös, megcsinálom a jó kis uralmat, és akkor meg 70 pluszra. És még kéne csináljak egy ribbet is, mert az gyorsabban lehet szeletelni róla. De itt nincs lent metin. És az úgy nem fasza.
És most azt fogjuk csinálni, hogy csihá kettőn vagyunk, ugye? Igen. Akkor csihájra átmenünk. Ez egy jó opció. Jó sok opció van ebben a játékban, amit szeretek, ugye. Itt hány metin van? 1, 2, 3, 4, 5, ó, tökéletes. És ezzel meg is van a küldöm. Most csak azt kell megvárni, amikor lepi felé őket. Ó, már sokkal többet küldte. Ezt nevezem. Ha már gondolkozok, hogy először PvP-s tucat legalább várira, vagy PvM-est építsek. Valamelyik meg túl korai lenne a parira építeni. Ha még sose korai, meg 20-as szinten is elkezdheted, de minek? Hát kéne szórtál és kidobjak mindent, ami nem kell. Annyi cuccom van gyerekek, és senki nem veszi meg, és már lesz ez meg. Itt is egy csomó bele van rakva a piac, azt hiszem, már le is van járva a boltom. De kutya nem veszi meg, senkinek se kell. Nem is tudom, miért raktam el, ja? Vegyék meg. 25 millióhoz raktam ki egy darabot, tehát én hülye vagyok. De ezt mindjárt kiveszünk, csak aztán le van járva a bolt, csak nem tudok kivenni, csak hogyha úgy elnyitom a boltot, ja? Jó, meg kövek. Már mondjuk mindenki annyit farmol, nem is csodálom, hogy ezt az egyet nem veszik, a köveket, de... Se baj, se baj. Majd lesz valahogy. Na, nem is tudom, mennyibe adjam ezeket a köveket, hogy elvigyék. Na, még nem olyan drága, 1.500, 1.500, ez még nem a világ vége. De azt már vettek valamit tőle? Nem. De, nem. Mikor hajta ében 500 kart? Mit tudom én? 50 kart, bocsánat. Hűde nagy pénz volt az régen GF-ben. Hogy örültünk neki, ahol volt annyi? Tudtunk húzni egyet a Kovácsnál, ha arról volt szó. Nem mondod, hogy ide jöttél farmolni, mert feléken rúglak, hogy kirepülsz a világűrből, komolyan mondom. Nem szeretem, amikor én valahol vagyok, és farmolok, vagy ott vagyok nekem, ne legyen kerülöttem senki. Olyan, akkor antipatikát játszok. Akkor nekem senki se üljön a közelembe. Ezt nem szeretem. Tessék látni, farmolok, hogyha tessék arrébb menni, ide ne is álmodozz, esküszöm kiszavazok. Nem szeretem. Én nem fogok csihát váltani, tessék átmenni a másik csihára, addig biztos lehet eszpamnotok, szerusz. Ezt a küldét én nyugodtan akarom megcsinálni. De komolyan. Mi van a kamerámmal? Baszolj meg ma egyszer. Látod, hogy itt ölök, mi a fenének jössz ide? Úgy. Kap be. Na, már ha te meg fogsz holni, engem nem érdekel. Most legyek köcsök, süssek bele mindegyik nettingbe. Ó, szeretsi ezerre. Na most komolyan. Mit csinálsz? Könyörgöm, olyan karaktered sincs, hogy leüssél, mert mi a dögnek akarsz ide jönni. Én mondom. Ügyes vagy. Jó, ki kellett volna építeni a farkas, mert azt tud enni többet is. Jó kezekbe. Na, megvan ez a metin is. Nem mondod, hogy visszajössz. Menj haza. Egy másik CH-ra, vagy ahova akarsz. Hagyj nyugton engem itten farmolgatni, mert... Engem aztán nem érdekel, mert ezt a három metint le... Leszarom, van CH-1, tessék átmenni, én voltam itt előbb, pont. Azért is elmész, okos vagy. Gratulálok. Jó, mert ezt ugye te is nem sorra vársz, mert rosszul lesz. No. Küldetéses hülyeségekkel. Szóval még van egy autókönyv, azt el kéne, be kéne ugastassam. Jó, dobja az XP-t, már 17%-on vagyok. Még lehet. Mi van? Ó. Ne papa, ne. Úgy ne. Ami ez a spontán videó ötlet úgy jött nekem, hogy játszottam is akkor a videót, és... Úgy jött nekem, hogy akartam videózni, és játszani, és akkor azt mondta, oké, akkor egy videó játszunk.
Idat néztem Encore-on ma, mit lehetne játszani, ugye vettem két aksit a kontrollerbe, hogy tudjak játszani. Ilyen játékos feeling. Pont találtam egy játékot, és még emlékszem Freddy-t mutatta be, meg gondoltam, hogy végigjátszom. Ugye ő csak részleteket mutatott a játékból. Kíváncsi voltam, hogy milyen lehet. Azt most meg kéne szídeljek, mert nincsen szídem. Tehát nem tudom levenni. Az a szar, úgyhogy... Na, szétesít az emetim is. Még úgyse. Ló, alig vagy meg ma idegesít, ezt tudsz róla. Annyi félelem az komolyan, mert vegyek le. Két metint, hát még ne. Még mennyi kell nekem? Pont kettő. Tökéletes. Tanulkozok, hogy a fekálon milyen kövezést csináljak. Ugye időközben. Mit aztán, olyan balfaszok köveztem be, nézzétek meg. Kritikus. Szörny, és kéne áthatós. Az áthatót az Istennek nem rakja be. Hiába próbálom, nem akarja belelakni. Sehogy sem. Nem engedi. Látszik, hogy ez a kombináció neki nem tetszik. Ha én nem is láttam ilyen kombinációt, hogy halálos, szörny, meg átható. Tehát nekem sajnod a gyanúm van, hogy visszatérést akar beleerőszakolni, de hogy én ezt nem fogok beleerőszakolni, az tuti. Nekem átható kell mindenképp. Szokni, békacombok, minden van itt. Megcsináljuk ezt a küldit, a 65-ös küldit, és átmenjük a surára. Leszem már 42-es, vagy 41-es? Nem, 40. Mindegy. Meg lesz az 42 ügyes úgyis. Már megint a testem leesett. Úgy felhúznám tére. Tudom, hogy nincs értelme. Aztán kinyitjuk a ládákat, hát ha jön valami érdekesség. Szétesél vagy nem esél? Most már dönt szét. Nagyon pillanatig van egy kicsi. Naplegyező. Békanyáv, oké, békanyáv az kell. Mennyi bob. Ez még nem sok. Kell ez. Halászd ki ezt. Ezt. Hagyjatok már békén. És ez. És hol van a láda? Mindegy. Kinyírjuk ezt az utolsó mentünk most már. Hall ládát, hanem a ládát. Két félkardot felvettem, mi a felének megvenném én azt fel. Ez a zöld erdős is sok. Hol a láda? Hagyj el arrébb. Zenbab, zenbab, meg... Mi nem zenbab? Megáldom már. Kell a bűbánatnak, amivel annyi megáldom már van, hogy már azt sem tudom hova rakni. Egy szó szerint. Menjetek már innen. Na jó, lova már közben most mi? Sietsük. Nem azt akartam, hogy felmenni, könyörgem. Hát. Mi a fene van itt? Hát. Jó. Na, mindjárt szétesik a metin, még kínlódok én. Shadowstone metin még szétesik. Időközben nézem, hogy kaptam mamámtól egy ügyes kis jegyzettömböt, ilyen minilapok, hogy majd erre írjam az ötleteimet a videózással kapcsolatban. Hát jó dolog, majd legalább lesz, amire írjam a mini szövegeimet a üzébe. A game és parasztra. Legalább nem fogom elfelejteni őket, mindig ficukára jegyzem, azt mondom, nem tudom, hogy mit írtam, hova írtam, mennyit írtam, és akkor de, tudjátok, hogy ma. Megáldom, miért nem megáldom márvány lenne, hogy utáljuk mi azt ott könyörgöm. Legkínott szemetünk, mit kapsz? Megáldó márvány, minek? Csak. De mi a fenét kezdesz vele, azt már csak a fejem való tudja, mert de nem. Optoljuk ezt ki, gyorsabban. Pont az egy optoló maradt meg nekem is. Komoly, ugye? Hát, belerakjuk. Ezt kell nekünk most? Legyen tisztességesen megcsinálva.
Ja, hogy már megvan itt, meg cseszegetem az elem. Miért meg kéne a teleportot, hogy itt a teleport? Kirekező. Természetesen. Jó. Mert felvenném a küldetést, meg felveszem a küldetést, legfeljebb kihányok valamit a raktárból. Jó lett volna berakni, rakjuk ezt azt, de hát most mi a fenét csináljuk. Ne laggolj. Ennyi? Ennyi fért beléd? Hát ennél jobban megerültheted volna magadat, én mondom. Az előző küldetés be az két belépőt, most meg egy XP gyűrűvel kiszúrod a szemem, most szórakozol. Reménykedtem, hogy egy belépőt legalább egy darabot. Hogyha majd egy darab belépőt. Tudom, drágába megy basszus, de hát mindegy, majd lesz a suráról. Pakolászunk egy kicsit. Mondom, pakolászunk. Ezt azt. Meg a most. Van ez a belépő. Én nem jöttem rá, hogy hova kell, de majd úgyis valaki megírja, vagy ha nem kitalálom. Nem legyen, úgyhogy egy órások ide. Egy órás megint. Egy órás megint. Egy órás megint. Egy órás. Mi mennyi egy óráson van? Ja, na, hogy felrakjam. És akkor így. Ez itt tök jó. Ez se kell ma. Na, legy a helyben. És így a fenének tartok mennyi sirikként. De nem kell ez. Tüget se foglak megoldani. Kagylóra rakódás. Itt nagyjából maradhat, mondjuk ezt még ide rakom. Itt maradhatnak. Aha. Valahol a plusz 4-ese. A plusz 3-as, én nem pazarlok helyet. Ez se kell. Ez is mehet ide. Ez kapta, ez is jöhet ide. De a fené vagy itt 10. Egybe raktad-e? Így van. Kicsi poti közepet. Tele vagyok potival, hagyjál már. Plusz 3, ez se kell. Annyi likán ellenem. Azt hittem köcsög lesz meg a... Annyi bosszom van itt. Itt meg kéne üljünk majd. Nem most, majd. Sává. Hüldek. Hát nem vagyok hüld, szóval ezt már berakhatom. Ez nem kell, ezt ki kell húzzam, ez nyaklánc, meg van 5 darab, ezért, fémem. Jól meg kell választani ezt az 5 darab fémet, mire szórom el. Na, gyorsan adjuk le a küldit, a körpa is. Na? Nem úgy látszik, nem ittam ilyet. Na mindegy. Mi csavar disznó? Hoztál nekem egyet? Igen, hoztam. Még 12 darab és beszorult. Aj, kenyergem. Azt gondolkozok, fejleszett tovább a rovatam? Most így hirtelen. Vagy jó lesz ez meg 12-esen? Ha mondjuk boostol. Ha azt vesszük, megbusztol. Szóval lehet az lesz belőle, hogy tovább fejlesztem, vagy ki tudja. És akkor most csináljuk meg a... 65-es küldig. Nem veszek most semmit, mert nincs pénzem. Le vagyok szegényedve. Különleges kellene. Megint fel van, megvan mondja a forgatóknak az ára, 20 millára, ami nagyon jó. Tehát ilyen 20 az alap. 25-i adják valami ilyesmi, 10 halál nekint. És akkor mindenek boss tőlem, vajon? Nem nagyon van kedvem ott ülni, mi megjelenik 5 darab boss. Nem vonz, nem vonz, őszintén vagyok. Tégy teleport, hol vagy?
Nuxanba teleportálják gyorsan. Arra. Most kiderül, le tudok-e ütni a 65-ös metint. Muszáj lesz, és nem egyet, többet. Soha a hétre, egy-kettőre. És mit kacagnék, lenne valami faja jelent, én lemaradnék róla, pont azért, mert le van maradva a kliensem is. És ezt nagyon gyorsan meg kell oldjam. Mi van itt a metinekkel? Minden csak mob felgeteg? Ez nem fasza. Lehet, hogy pont a kliensem miatt bagos az egész rendszer, de hát most már el van. Makit oda hívjuk. De valahogy hozzáférek a metin. Ez. Üssed, amíg bírod. Addig üssed. Elbírja ez meg azt a metint? Nem és gyors, még fogy az élete, úgyhogy az nagyon faja. Na lássuk, mi lesz ebből így. Még nem vittem 65-ös metint, szóval... Bármi megeshet. Aztán az is olyan dob, mint a 60-es, szóval nem is értem, még kínoldok, amikor a küldözésen kívül egy értelme nincs. Nem alap itt többet, mint eddig. Szóval most elfogyott megint az átok könyvem. Úgyhogy azt kell szerezzek, hogy tudjak leadni. A kezdnek meg kolni a bogok, jó van. Ennyi az összmobja? Ja, hát igazán, hogy milyen kutyit abbi az összmobot, ami benne van. Előre, szóval azt is megcsinálhatod, hogy leütöd, jó, mondjuk az utolsót azt nem leütöd, és akkor csak egyszer fognak megjelenni, és kész, vagy max kétszer, de hát ez meg már. És meg mindjárt lejárva, azért ugye, test. És akkor instant halál lesz itt. Mit dobtál tégyen? Jégön plusz, azt mindjárt fejleszük. Csak a testre kell most igazodjak egyszer, ha az lejár, akkor szívtam. Ilyen instant death halál. Ó. De megint? Miért? Hogy? Nem kellett volna ott maradjatok? Én mondom. Na. Ez nem leszünk már össze. Vágja a mutat magadnak, hát azért vannak képességeid. Használd őket, fiam. Ez kell. Nem fogok veletek kárketőzni. Tessék békén hagyni, jó? Itt vagyok. És keresünk 65-ös metint. Még. De itt nem elég a boldogsághoz, még kell 9. Ugye? Igen, még annyi kell. Hű, gyerekek! Fortuna szerel megérintett. Megkaptam a metineket. Üssed, fiam. Még korai. Most se szeretnék három előtt lefeküdni. A bár a szemem már a kuppalá. Nem aludtam ki magam. Jó, hogy baj legyen. Most se szarjuk. Meg nekem küzdködök az izomlázzal is amúgy. Ugye ez a kis kihagyás. Nem baj. 53. Úgyhogy azért rendesen a... Bár így utólag elgondolkozva nem is tudom, hogy jó ötlet volt-e mentát csinálni, mert végül is a mobok így gyengítettek. Ami azt jelenti, hogy testivel meg lófás esti fény megcsinálod az aurát, aztán onnantól nincs gondod, mert többi nem olyan drága. Tehát itt a mentának a testét se húzhatod fel, tehát nem 100%-ba használod ti a karaktert. Ugye ti gondol plusz azt is felveszik mindjárt. Meg hát lassú is. Következő, amit kezdek karakter, bármilyen szerverben az már VP-sről lesz, komolyan mondom. Az, abban minden megvan. Csak PvP-zni nem tud. Faza. Nagyon faza. De komolyan.
Ez sem volt adott, mint a 60-as. Igen. Jó benne. Fejlődés, tekács. Hagyjatok már az ilyenekkel, nekem az Mbappé. Nekem már fejlődik, nem fejlődik én sehol. Majd lássuk, mobok maradnak-e. Na jó. Tehát egyszer ezt fejlesszük. De még ez is kell. Olyan se láttam egy helyen. Ez is kulcs, meg ez is kincs is lead egy helyen. 15 kajam, köszönöm. És meg mi felveszi a potit? Hát könyörgöm, nem látod, mire kattintok, hogy, hogy mi van veled? Koncentrátorosás, az is jó, jön. Na jó, testet beaktiválok, és üssük a következőt. Úgy tényleg? Na, fog már meg. Ezt még nem lehet támozítani. De igen, el lehet. Ide jössz szépen. Na, csak 36 ezer. Mondom, hogy kiirtottam én már, mert én itt nem lesz papdolnának, ma boks elemények ma. Nagyon, 14-12, nem is vészes. Még egész jó. És hányadikat innen tartunk? Ó, meg csak a másodikat ittük le. Az jó. És ennek is még csak a harmadiknak a felét. Jelent bármiki azon gondolkozni, miért nem beszélek végbe a videót, azért, hogy spontán játék, és úgy gondoltam, hogy közben videózok, remélem nem felejtettétek el. Tehát ez ilyen rendhagyó dolog. Szóval ez van. Teli hotka, plusz 9, érdekel, így van. Ja, akit érdekel, nem érdekel barátom, most nekem már van. Esetleg plusz 9. Lehet felkéne egyet, majd nézek Stone Cold-ra. Úgy hiányolom azt a játékot. Le is szedtem, fel is raktam, csak még nem játszottam rajta. Kéne csapassak egy jó stratégia játékot. Kicsit tornáztassam meg az agyamat, úgymond. Főleg, hogy most megvan ez a HD Edition. Azt jelenti, hogy nagyobb felbontás, és még vannak plusz ellenfelek, amit ki is akarok próbálni. Stone Cold Crusader, mert már meg is magyarosítottam, ilyen tokány magyar lett szegény. Tehát így összeolóztam az ezeket, ugye? Tehát ugye volt a Strongholdhoz egy ilyen magyarosítás, meg plusz karakterek, amiket megadja, aztán meg az extrémbe belerőszakoltam azokat a fájlokat, azt úgy tűnik, működik, szóval no problem. Magyar, kiéve a szöveget. Jó, mindent felvettem. Next time, next. Úgyhogy az meg van tokányolva egy kicsit, de működik. Az a lényeg, többi meg nem érdekel. Ha már nem akarták magyarra megcsinálni az egész játékot. Ja, meg a parasztok is magyarul beszélnek ám, szóval minden oké is, tök magyar a hangzás. Egyetlen játék, amelyeknek nincsen magyar feliratom, mármint magyar had, hogy mondjam nektek, tehát kezelőfelület, az ott a hangok magyarok. Érdekes. Ilyen fordított magyarítás, ha van ilyen egyáltalán, ilyen kifejezés. Remélem anyámnak a filmezése nem hangzik bele a videóban, akkor guttát kapok. Valahol netin 7 darab. Még van itt valahol netin, hogy összecsoportosultak. És aztán még keresgethetem a netineket majd. Még 6. Ezen kívül. Még 2x3-as pakkot megkapok, akkor jól járok, hamar meg lesz ez a TV is. Különleges kelme. Menni kell belőle, hogy nekem meg legyen. Azt mondja, hogy ő meg kell. Azt hiszem 4 darab. Azt hiszem 5 kell egyhez. Az még 4 óra. És akkor tudok venni egy ilyen izét. Tudok csinálni még. Nem. Akkor megint kell egy ilyen, amit majd tudok abszorbálni ebben, hogy legyen ilyen.
Azt a rohadt mindegy. Na hát az még 8 óra. Nem, több. Te, 4, 8 óra, és lehet, hogy nem is sikeres. Mondom én, hogy bonyolult az élet. Ezeket a gömböket gyűjtem. Van itt még mert? Nincs, jó. Vagy jók lesznek fekálnál. Vagy van két fekám, amit ki kell húzzak majd. És akkor megcsinálom. Ó, hogy kvájmetű. Mint társítozok, csak nem álmos vagyok. Ilyen hamar. Na, mit nézed, üsd le. Ott is van egy metű. Ó, hát ez nagyon jó. Starpolni így metint kell, még azon kívül keresek. Ami faj a dolog. De valami nem kell, hogy sétáljak, értik. Közben kezdtek kiszáradni. Vagy ma még nem is beszéltem másokat. Valami nem jó. Mióta öltem le 3 kéket, 10 sárgát és 10 pirosat? Na. Hát igen. Ja várjunk, hát a múltkor map egyen szórakoztunk ezzel. Jó az, hogy akkor az nem volt videóval. Meg én is átfantoztam, meg úgy ütöttem a népet, hogy tudjak nagyobb a csebe. Ja, igen, 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 jó van, tudom most már hol volt PvP. Csak nem videóban volt. Ilyen offline játékmód, tehát úgymond offline, nem videóban történt események ezek. Sikerült 10 sárgát, 10 pirosat és 3 kéket. De azt a 3 kéket? Ja igen, PvP-ztem Thomas, nem, Thomas-szal nem PvP-ztem. Apollóval pár szor, s még egy gyerekkel. Valami ind, mit tudom én mi. Az volt az a 3. Tehát ők elvertek. Azt is számolja? Vagy mindegy, hogy mit csinál, számolja, nem kell nyerje? Vagy hogy van ez most? Mindegy, végül is. Nem számít. Sárga 10, piros 10. Én mondom. Meg így is a magokból öltem meg a legtöbbet. Hol van egyetlen bunda pluszom? Ide vele. Ha nem csúnya élet lesz itt. Szállj már fel arra a lóra, könyörgöm, milyen nehéz benne. Közben a testet berakjuk. Így is mehet a menet. És még 4 darab betint keressünk elő. Közben a madártáblatból nézzük meg, van-e valamit. Itt van több betint, nincs. Csak mehetünk keresgélni 4-et. Kíváncsi vagyok, ez a küldi, már megszállna egy ezével, mert ez az utolsó reményem. Mert most már majom fejre nem lehet ütni, nem állok neki, azt tuti. Nem, ma este. Úgyhogy csináld úgyhogy amúgy jó legyen. Szörnyű. Tényleg ti szeretitek a stratégiai játékokat? Mert én például a Strongholdot nagyon. Itt volt egy Age of Empire 2-s HD videóm, mondták, hogy folytassam. Ugye akkor újra rakkozott a gép és elment a app. Már folytattam volna, ha lett valamivel. De ez van. Bunubuci csatlakozott. Hát elég szép neved van. Profi missziókép. Tudom, hogy adhatnak ilyen jó fejlesztői dartot, meg mindent. Mindig a könnyű missziók, ennek az élestem kapjak még Metin 2 hun. Így követ. Nagy esetek sokkal lehetett állod, és annyi volt, hogy meg 10 medvét, nem tudom mit. És akkor megkaptad az ezét. Az fája volt mindig. Úgy örrent, hogy jaj, ékkő, jaj, jól fog, na, annak aztán még jobban ment az egy milla volt. De akkor nagy pénz volt egy milla, IFM. Annyiba ment egy FMS. És 10 milla volt a plusz 9-es, 12. Ugye a fenébe tudták olyan olcsóan, hogy 12 milla egy FMS plusz 9. Na jó, mondjuk az erősebbek akkor is a 30 fele voltak. Most az alap 30 milla. Nem is kapsz a FMS-t, úgyhogy kezdjük ott. De ez érdekes, ha belegondolsz. 10 milla. Oké. Okay. Yeah, what the fuck? És mennyi volt? 200k IQ. Na. 100 darab IQ-et alattál, meg volt egy jó kis FMS-et. Most mi bántasz? Tök várjál le. Nem meg kellett volna hallod. Nézzük a bevaggót. Már leesett a metén, fog fel. Nincs metén, meg kell. Most élni.
Jadecipő. Mindenféle. Hogy szétszórta itt maga a Tometi? Valami van. Értékjelhető, valami nincs jó. Húzzunk, metünk keresni. Rick, ez itt jó tele van metünk, én mondom. Nem, mert két lépés, ma a metünk bebotladozok, tehát az... Nem négy metünk kéne lény? De igen, jó van. Talán nagyon fejedelemre néztem, és nézem, mi van, öt darab, nem számolta? Nem jó, még nem járt le az őt ital. Csak én látok rosszul. December 20-án. Holnap karácsony, nem? Holnap este, szent este. Vagy nem tudom rosszul? Tudja a fene, úgyse ünnepeljük már. Mióta? Egy kicsi koromban se volt nagyon ünnep. Ja, tudom, anyu apu mindig meglepett valamivel, de... Sose volt az a nagy karácsonyi feeling, hogy jaj, én rakom fel a csillag... Szerintem azt mondtam, hogy Jézuskat, pedig szerencsém, hogy az agyam kijavított, tehát a csillagot a fateteire meg minden, de... Most is van egy kicsi fa, lehet, hogy fel fogom díszíteni. Azaz feldíszítjük mi. De még lássuk. Annyira mondjuk nincs is karácsonyi hangulatom, esküszöm annyira. Csak pihenni akarok. De mi a fenére? Nem tudom. Azt nem is csinálok most semmit. Effektív. Na. Annyira nem jut eszembe jó téma, gyerekek, ez hihetetlen. Amióta azért beszélek, hogy hát ha valami érdekes bekattal, amire rákattanok, és akkor kattok rajta az ügyem, de most ez egyszer az életemben semmi nem jut be, és ma ilyen napom volt egész nap, és annyira idegesít. Annyira videózhatnék komoly, annyira nem tudtam, hogy mit mondjam nektek. Meg hát ilyen semmit mondó videót, mi a fenének csináljak, mert semmi mondani valója, csak így vagyok, azt kész. Vagyok, hogy legyek, vagy mondani szokták. Nem baj. Megy a videó, haladunk a küldetésekkel, és az a lényeg. Ma megint? Hát, baszd meg. Ja, kibannolnak emiatt, ugye, mert nem is frissítem a klienst. Ugye, kiskaput akarsz használni huncut? Ki tudja, mit kell ezzel velem, én nem frissíted. Meg mondja valamelyik GM. Utána kibasz a szerver, és nézhetem magam. Azt mondja, hogy én hol is vagyok? Ja, itt a semmi közepén. Még három darab metint hadd találjak ma. Azt menjek a dolgomra. Ja, meg is van egy. Mi ez? Kívánságra dopolja a metint? Kéne egy metint, itt van, tessék. Még valahol metin? Sehol mi? Nincs, minek azt? Annyi potit vettem SD2-be és 3-ba, de hát nem használtam már 3-at belőle. Olyan lassan fogynak ezek a potik, hogy ez nem igaz. Szerintem, hogy 5 lehet halni potival, ez most itt felír, amit a B-ban zsúfolva nekem. 3 millió TP, hát mennyi van egy nagyba? 1200, 10 darab, 12 ezer, 100 darab. 120 ezer, 240 ezer darab van egyben, tehát 240 ezer TP. Ebben meg van 3 millió. Tehát egy ilyen szaros ír körülbelül plusz-minusz pár 12 üveget, plusz-minusz 2. Tehát 12x200-as stack. Tehát ennyit, egy ilyen. Ki van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 darab, ebből is még plusz 100. Tehát 8, szóval 12. 96 plusz 100. Ez is megér, vagy 24-et. Na, az igen. 120 körülbelül, ilyen 120 hely. 45 van, azt hiszem, itten 90. 103 lehet állni potiba, az meg. Azt nem ennyit fogva. Zsűs, meg itt is van. Jó. Én tényleg felkészültem. 1, 2, 3. No, tanúsítvány, milyen tanúsítvány, lássuk csak. Itt legalább a mopok nem buggoltak be, rendesek voltak, minden hújtak. Azt hitték, hogy hajhullás. Mi? Erről szokom meg a bilincsüzetetnek kell neked a lóvé, ahogy megkeresem a tanúsítványt. Itt van. Tigris.
Tigrancs. Jó? Tehát akár volt egy Tigrancs meg Vatkon. Az jó kombó. És meg kell két metin. Na meg kapardjunk elé valahol két metint. Hát ha megint kérést ad. Marinaros. Ó, bujkál a metin. Lagminiszter, itt van. Jó van. A majommal is mit kezdjek? Találok a fejlesztő kalkáknak is, úgy csalt semmi értelmeset. Melyik az I? Nem, P. Nem, P. Igen. Azt sem tudom, mi ez kígyei lehetnek. Kór, nulla nap. De még kór? Ez kéne nőjön. Egy nap, két nap, tíz nap, egy év, száz év. 3,7% TP, 3,5 def, 4,3 MT. Nem lehetett volna támadó erőt, könyörgöm. Kinek kell MP? Még a VP-s ura sem használja fel az összes MP-jét. Amit is egy tonna van belőle neki. Ezt nevezem haszontalan optoknak, tehát what the fuck. MP poti meg alapból mindenkinek használható. Mi a jó? Ja, azt hittem már ajom a botiti. De egyszer volt egy ilyen vitatkozás is, amiben belecsöppentem, hogy de a kiktől szabad használni PvP-be? Volt, aki szerintem etikus. Hát, csesz meg. Ott van egy, mit tudom, egy BM sura, vagy akár egy testi harcos, vagy egy mentál harcos, figyel meg. 50-esen van egy G1-es kigye, benyomja az MP-nek 90%-as lutty. És akkor még skillezzél vissza, van értitek. Jó, mondjuk például a BM sura nem eszik olyan sok MP-t, szóval neki eltartni konolulig is. De például a harcosnak és ninjának, na, azoknak nagyon kell. És szerintem a vérfarkasnak is. Tehát ők MP-zabálók, ha skillezéstől van szó. Na. Azt mondjuk láttam, hogy van vérfarkas. Viszont van egy sanda gyanom, hogy nem ott kezdődik a... Tehát nem ott van a mapja, ahol van a GFM. Ugye a GFM van egy spéci mappa, ahol kezdődik a farkas, és csak egyszer tud ott lenni, amikor megkezdi a játékot. Itt meg nincs. Valábbis nem tudok róla, hogy lenne. Ilyen faj lenne, az is egy mapja. Mert tele van minden jósággal, tiszta medvé is. Onnan aztán lehetne medve LP-t szedni. Na mi lesz? Lehet a pálot? Időközben hol vannak a ládáim? Fel nem tudja mi. Ott ahol hagytad? De hol hagytam? Ja, 7 darab. Egy darab zenben van szívas. Eddig sok nem jött belőle. Ah, szívas. Basszus, itt 10 metinből mindjárt 200-as pakkon van. Mi van? Jól adja. Nem sajnálj. Nem szívbajos. Mennyit a puszat ezek szerint? Biztos igen. Na ugye, még használtunk is el. És még... Nem tudom, mennyit használtunk el, vagy 8-10-et talán. Dobhassa rendesen, most mindenhogy is megtudjuk. Már ha lesz hajlandó droppolni. Hát ez meg 603 defel is igen-igen levárható. Na most mindjárt kiderül. Hát ennél sokkal jobban vették a 60-as metinnél az életemet. Érdekes ezek a metinek, hogy ugye megvannak a könnyű metinek. 50, 45, 55, 65, 75. 85, a 90-es az már kell mindig jó. Értitek, hát ez nem olyan vészes. Mert nekünk, azt az, hogy felveszem, csak se lehet tudni. Tehát 10 darabot adsz. Hát mondjuk igaz, már leültem 10-et. Jó, oké. Kiegyezünk döntetlenbe.
Elpusztott. Jó, hogy elpusztítottam. Hát minek nézzen engem? Csalónak? Sietségkör plusz 3. Kikékez szépen. Most jön a Lagmeister, ugye, mert tele van a map 1. El van. És a map 1 a főtérse így néz ki teljesen már, ugye más a patch. Tehát ez van. Engedjetek el. Jobb frutyóba értni. Te is YouTube azon, mint én, ha? És mi van? Mi nem tetszik? Aha. Kinyírtam őket. Jaj, édes Isten. Miért nem adtál nekem valami jót, te? Legyél a szívem, ugye, komolyan mondom. Köszönöm. Jó. Eljön visszajövök egy óra múlva. Oké. Okay. Mit kaptam most? Várjunk, mert adott mágikus követ. Tikmányit ne írjatok. Másfél millát, lélekkövet, mágikus kő, egy kiló és megölő tart. Azt mondja, hogy már megvan akkor a 200-an, nem? Igen. Egy tonna lélekkövet. Meg 1, 2, 3, 4, ó, tökéletes. Szóval magnifik. És... Vaja. Oké. Ez megy a többihez. Szerintem. Nincs értelme egy tartogatni ennél. Még elhérdálna. Egy, kettő. És annyi, mint hogyha csak egyet használtam volna, mert effektív ugyanennyi volt. Jó, mondjuk tudjuk, hogy nem, de hát na. Hol vagy? Hol vagy? Ez tigris az marad, tigráncs az ennél lesz. Viszont a farkas pecsét, ennél is farkas vatkan pecsétet, azt átrakom ide. És ezeket így ahogy van, átviszem a másik karakteremre, mert aznál leszem már leáll le a pecsét lassacskán. Sajnos. Sajnos. Jelöljük már, cseréld le azt a karaktert. Nem olyan nagy dolog ám. Itt Lord. Beiszketek. Pat Lord. Nem, még 41. Nem 41-es, 40-es. Ó, de jó. Ott maradt, ahol volt szegény. Igen, már nagy karikban foglalkoztam. Meg esik. Dick könyv. Könyvmeister. Én hülye leszálltam erre az azért, és most nincs meg. Én ezt felőszedem. Hol vagy, cuccos. Gyere csak cuccos, meggazdagszunk. Mondjuk azt nem, de azért. A pakba adott el megvesznek minden kalkkal. Ja. Ó, játékos mindeneteket. Úgy kell ide, gyere te is te. Te akarodja. Ez nem lehet igazán. Meg kellett lássad. Könyörgöm. Én nem hagytad ott. Menjünk csak át erre. Időközben valakinek eszébe jutottam már megint. Vélemény. Fasza. Ez konkrétan milyen vélemény az, hogy fasza? Ha? Olyan ne. Nand is. Mi a vélemény róla? Fasza. Mi lenne, ha nem írnál vissza? Lehet, mi a véleményem? Mi a fenének kérdezett, basszus? Hogy kezdünk ki, akkor nem ért, nem mindegy. Mi az, hogy hibás jelszott? Ha észre... Kiló nullást hogy lehet elcseszni? Ah, már! Csak 10 másodperc. Hát, de könyörgöm. Na, végre, 20-ra. Most már az lenne csoda, ha nem ölnének le. Jó. Az itt már alkottunk. Nézzétek csak ide. 2, 4, 6, 8, 10 darab van. 1100,
A Malovetta. Jó. Muzi, Sunzi, Csunci. Nem ragozom inkább, jó? Mindenkinek jobb úgy. Jó. Van 72 Sunzim. 9 Muzim. Veilia Muzibó, meg csak 9. Az szar ügy. Na, de nem baj. El van. Ma megint szemetelnek. És mire van szó? Milyen kicsiket kell bántani? He? Mi nem tetszik? Hát az jó ütés volt missze, meg az egyje. Komolyan ezen éveszkedsz, ha? Mi mennyit ér? Te kezdjük vissza, nem tudom én. 10-20 milliárd biztosan. De most komolyan, mit évesz? Meghíresítelek, te! De azért is bejövök a nagy karakteremmel. Milyen? Mindig nem lehet csak fejlődni, kell szórakozni is, meg állni map egyen, tudjátok, parírozni a semmit. Mit mondjak, mély lesz híres? Mondjatok egy indokot. Egy az. Ezt a PvP-zni akartak. Jó van, oké. Japp. Jó van. Igen, vele srác, amíg PvP-zt támolt, ha jól emlékszem. Hát ennél jobban ki se jöhetett volna. Ne kamolyan. Itt talán most járunk másfél óránál. Milyen csupasz mindenki. Épp elfelejtettem, hogy izé... időközben nem láttam a vérteket. 21-30 kerülre sivárható. Pont 10 perc múlva, de jó! Bocsánat. Szinte 20 perc múlva. Jó, kb. 10 perc lesz, nagyon. Akkor úgyis videó meg kell álljon. És beszólunk. Hát komolyan azt hittem, hogy kidőtt. Hajrá! Én ezek a bíró. Tény ninja. Vagyis tudom, mire vagy, mire készülsz. Nem szabad. Ez innen. Pepsi. XX Pepsi. Vegyük fel a csatakordot. Csomortánykort. Minden korcs itt szaladkál. Szállsz a sebzésére, nem szabad. Most komoly. Ez kivágszott, jó, azt az, hogy... Nincs az Isten, hogy azt, hogy így várjam. Esküszöm. Inkább újra indítom a videót. És én elmeséljem, hogy mi volt az előző részben, amit nem rakok fejemben, baszki.
mikor lesz, őszinte legyek. I have nothing. Neki még van egy karaktere, csak nem tudom mi a neve. Bocsánat. Te hülye vagyok, ha most mondtam a karakter nevét. Nem tudtam, hogy van egy ilyen karaktere. Aztán elintette, hogy még van egy ninja, de nem tudtam, hogy mi a neve. Ezt akartam mondani. T-ninja. T-ninja? Technőcök? Hű, de forró, amikor egy pasas küld neked szívet. Van itt meg valami is? Á, keci, befagyok. Hát azért szar, hogyha a metin kezd elfagyni, ne haladsz. Bár volt Lara példa. De akkor nem ilyen gépen volt, hanem sokkal szarabb. Komolyan mondom, rám kellett írni. Démon király. Ügyes leszel össze, én az. És komolyan. Mire vársz, könyörgöm? Miért nem skillezzel vagy valami? 66-on már van támadó skilled. Látszik, nem csak így mulatkozok. Hát, nem lett sok droppot. Ezt meg kell nézzem. Ez az alkimiát, hogy milyen helyzet vele, mert helyvettem a küldit, de nem ad semmit. Nem tudom, van egy jelem. Ez no comment, és ez se engedi. Miért nem használhatok én alkimiát? Alkiszilánk. Nem értem én ezt az egészet. Van meg nekem alkimista, mi bajom van. Turmalin. Aha. Tehát ha minden színére szívánodik, akkor kristály elbaszod. Mindegy. Tehát kell egy sietségkő plusz egy plusz kettő. Ében fejez, és lesz belőle turmalin. Vagy nem tur, de turmalin. Mi pont ében fa? És várjál, még egyszer. Értem. És mit érek el a turmalinnal? Valaki magyarázza el nekem, hogy mi ez a turmalin. Most nincsen 100 ében fa, de gondolom, hogy ez valami defkő, mert nem tudom milyen kő, ami erősíti még jobban. És lesz belőle turmalin. És mindegyikből csak turmalin lesz. Kiegészítő. Aha! És milyen kiegészítő? Mutasd már. Oké. Kortágon is van. A fene keletkezett, mi? Azt mondod. Nem sárkánykő. Mi van sárkánykőben? Ja. És akkor ezt kikenyítsam, mi? Nyárs... Mi lehet belőle? Nyárs, zafír, mit tudom én mi. És ezt hova raktad? Jó kérdés. Ó, de jó. Fogalom vagy ide. Metszert ritka, nem. Na, ügyességet adsz. Ezt berakom. Ezt... Mi az, hogy nincs? Ja, hogy kettő kell. Berakom ezt. Most kitaláljuk, gyerekek. Muszáj lesz. Berakom ezt. És lett nekem ez. Nyers. És mit mi van? Ha valaki ezt a szerelét megfájti, szóljon.
De ez nem nyás volt? Értlek. Azaz még se, de azt tudom, hogy elbasztom egy ilyen babot a semmire. Nem maradt egy nyás sem. És ezt felrakom ide, gondolom. Jó, tehát ha felrakom ide, akkor kapok egy intet. Ki kell próbáljam, esküszöm. Várjál, azért még nézzük végig. Mindenki van, mennyi csóri ember van itt. Aha, tehát ha megkapom a sárkányszem arányét, kapok ilyen zéket. És akkor azt, ha kinyitogatom, akkor lesznek ilyenek, és akkor majd összeadogatom. Én mondom, gyerekek, ez bonyolult. Mondjuk nem is annyira bonyolult, mint amilyennek hangzik. És akkor még azt visszahordom, akkor szerzek ilyen sárkánybabot, akkor azt még összehakom, összekombinálom, meg feljavítom, meg nem tudom mit csinálok, meg lesz belőle nem tudom milyen fajta, ugye egész legendásik. Hűbe az meg mennyit kell külön. Tehát nyers, kettő lesz ecet, akkor abból is kettő lesz ritka, abból is kettő lesz antik, abból is kettőt lesz legendás, ugye. És akkor annak a szintjét még nevelem nem tudom hányasik, és akkor azt használom. Én meg azt hittem, hogy a netin egyszerű. Legenda a sárkányá, de max MP. Ki az az, aki nekem azt mondja, hogy ez 30 milliárd meg jó vagy te? Ja, hogy még ilyen is van. A sárka harcos elleni erő. Aha. Mm-hmm. 4 óra. Na elbasz. 4 óra csak ennyi. What? És ezt le lehet állítani? Vagy hogy megy ez? Hogy megveszed, felrakos, lejár. Én mondom. Dick. Sötétséggel szembeni ellenállás. Sötétséggel még fél az éjszakától, vagy mi a bánat? Menjünk csak vissza, ott is volt egy alki. Most már kipróbálom ezt az alkit, tehát nem értem. Oké. Okay. Tehát van 4 órát működik ez az alk, és fel tudsz rakni 1, 2, 3, 4, 5, 6-ot. Tehát 6 darab valakit fel tudsz rakni. Értem én. Intelligencia nem értek el. Mind intelligencia? Aha. A zöldek mit adnak? MP-t és TP-t. Részben TP-t, na. Ez max TP-t ad, ez életerőt ad, ez TP-t ad, ez is TP-t ad, de milyen fura számban adja a TP-ket. De olyan ki, ami defet is ad. Dev, ha már kérdobom. Mm-hmm. 32 millió. Ja, és itt van szint plusz nullások, ezek ki nem szépen, tehát azért nem volt ez hülye. Nem adott ki plusz 9-eseket. Plusz TP-s. Mit ad plusz 9-en? 2K TP-t? Vagy hogy van ez? Melyik volt az, amelyik 1050-et adott? Ez, ja. Ezt veszek egy ilyent. Oké, tehát van egy ilyenem. Ezt eddig értem. Már ha megkapom. De tanuljuk meg használni sárkány, mit tudom én, mit level 0. Tehát ez körülbelül az a szint nálam. Ami Isten tudja hova. Itt. Ezt fogom, felrakom. Aha. He? Most ez mi változik? Annyival több lett a TP-m? Nem látom, hogy kikapcsolná. Aha. Jó. Értem én. Rájöttem a csinyára, vinyára. Még volt itt valahol egy nyers. Szóval, azért nem hülyeség ez, meg az is részben. Fejlődés a 4 óra az nem elég. A 3 óra 59 perc. Szóval, és ha ki akarom menni, akkor elcseszem. Próbáljuk ki. Tök.
Na így kell elbaszni 4 milliárd, én mondom. Na mindegy, tehát akkor összegezzük. Szóval, akarsz egy legendás plusz 9-et. Szerzel egy csomó Core Dragoniszt, azt mindig kinyitogatod. Lesz egy csomó nyásod, azt fogod magad, aztán össze nem esítgeted a nyásakért, amíg lesz neked meccet. Akkor megint ugyanazt eljátszódod, hogy legyen neked titka, akkor abból antikot, abból legendásat, és majd az fel kell plusz 9-es DNZ-kkel, amit gondolom ugyanúgy elcseszhet, és akkor vagy elveszi, vagy leesik a szint, vagy nem tudom, mi történik vele. És kapsz 4 órát, hogy használt. Gondolom a nyásnak is 4 óra használhatósága, nem? Nem, a nyásat egy napig lehet használni. What the fuck, nem a legendás kéne egy napig használni, és a nyásat 4 óráig? Érti van fele. És még ki se tudod venni. Ha is ki tudod venni, de akkor elcseszi. Na várjál, még azt hiszem, hogy éjjel fenn volt valami. De itt nincs. Valami időfogó micsodának hívták, hogy abban, hogyha kiveszed, valamit úgy írta, ha kiveszed, nagy eséllyel ki tudja venni, de akkor se 100%-os. Szóval meggondolom magam, és le akarom cserélni, no chance, mi? És akkor gondolom, hogy ez két módot jelent. Tehát egyik az, hogy itt van, másik az, hogy nincs. Vagy hogy van, várjál. Tehát gondolom ez olyan, hogy A és B verzió. Csak hát tögök voltak lefordítani ezt a részt a GF-nél. De miért keveritek az MP-t a TP-vel? Mindig nem értem. És átütő csapás ellen ilyen lenállás. Na ez van megbonyolítva, gyerekek. Ez a sötétséggel szemben ilyen lenállás, meg én most se tudom, hogy mi akar lenni. Te ilyen fáj is meg magad baszod. Esély a közelhasztámolás kivédésére, az még értem. Jégellenállás. Készségkárok az Jézusom, hát ha ez nem bonyolult, akkor semmi sem. Azt mondja, hogy májikus támadóérték, intelligencia, készségkárok. Jézusom, engem lefárasztott. Na akkor mi legyen? Jó lesz ez, ezt még megvesszük. Mit tudom én? Nem sárga volt? Gránát. Ja, várjál. Velejítő, fel kell szerelni egyszer ezt a lószart. Csak hol van? A Manchester rá 8 millámot hol van? Tudja a jó bánat mi? Valahol van? De én is mi a ritkát nézem. Nem antikot vettem, hanem meccettet. Én vagyok ilyen vak, nem kapok egy vizit. Ja, hogy messze vagyok, s nem vettem, meg értem. Ez olyan már mély fáj fogad. Nincs csak villám ellenállás, több másodjára. Te basszus, siessek, mondjál. Jó lesz ez a négyöptos, jól néz ki. Hogy cipő rajta marad. Most mennyi hol van? Basszus, van 2 percem, szeretném berakni, na. De jó, hogy nem látom. Ó, hogy én legendásat kértem. Kérem szépen, plusz 900 TP. Szeret csak fel. Jó van. De most már értsük, hogy hogy működik ennek a logikája. Értem, legalább megvan ez is.
Na de gyerekek, most már szerverre start, nem miattam, a szerver miatt, ennyi lesz már a videó. Lehet, hogy ma még csinálok, vagy folytatom, vagy még lássuk, vagy mit tudom én. Mindenesetre köszönöm a videót, és ha szeretnétek ilyen semmit mondó videót, felőlem lehet, ha bár én nem tudom. De néha kell egy ilyen is. Ilyen, mikor megszakik a szabályokat, és úgy videózunk, hogy cél nélkül. De valami megtudtátok, hogy ez is milyen. Köszönöm a figyelmet, és találkozunk a következő videóban. Addig is, sziasztok!